Bűncselekmény hiányában felmentette a bíró a közokirat hamisítás vádja alól az érpataki polgármestert. Orosz Mihály Zoltán egy saját maga által alapított és vezetett teológiai akadémia doktori címét jegyeztette be az igazolványaiba. A vádirat egészen máig azt tartalmazta, hogy a polgármester elkövette a bűncselekményt, ám a vád alól ma az ügyész javasolta felmenteni, mondván, hogy amit a polgármester elkövetett, az szabálysértés. Orosz egyébként máig összesen 9 tárgyalási napon nem jelent meg, és ma is a távollétében ítélkezett a püspökladányi bíróság. Ma is üres volt a püspökladányi bíróság tárgyalójában az érpataki polgármester és védőjének helye. A szabolcsi település vezetőjét rendőrökkel szerették volna a tárgyalásra előállítatni, ám legalább 5 rendőrautónyi és egy mikrobusznyi rendőr sem találta a közokirat hamisítással vádolt Orosz Mihályt. A tárgyalást nélküle folytatták le és felmentették a vád alól, mert szabálysértési ügyet az elévülés miatt nem vizsgálták. A bíró ismertette azt is, hogy Orosz 2013. decemberében jogerősen már a Nyíregyházi bíróság figyelmeztette, és eltiltotta a saját magának adományozott doktori cím használatától. Ezt követően emelt ellene vádat az ügyészség. Ezen az alapító okiraton kívül, ugye, amire hivatkozott a korábban eljáró bíróság határozata is, az ég egyadt a világon semmi nem jogosítja fel a doktori cím használatára, tehát azon közösségen kívül senki el nem ismeri, és nem is használhatja azon kívül a vádlott. Orosz 9-szer nem jelent meg a bíróság előtt ebben az ügyben, melyben az ügyészség máig kitartott a közokirat hamisítás vágya mellett, ám az utolsó pillanatban ezt módosították. Így jogosulatlan címhasználat lett az ügyből, ami viszont szabálysértés. Ez pedig 2 év alatt elévül, így az eljárást emiatt szüntették meg.